Na sziasztok, én D6 vagyok, és amint láthatjátok, nem onnan kezdtem el a részt, ahonnan befejeztem az előzőt, mert le akartam jönni bányászni, csak a Frebs már megint megszakadt, de most akkor innen folytatom. Valamiért pixeles egy kicsit a grafikája, most megnézem beállításokba, de elnézést kérek, érte. Talán, hogyha ezt így leveszem. Hát, nem lett sokkal jobb. Na mindegy. Először is bepakolom ezeket a cuccokat. Így. És itt hallok slime-okat. Azokat most meg is ölöm. És előbb megkeresem őket. Hol vannak vajon? Á, szerintem itt. Valahol erre felé lehetnek. Talán erre. Azt a kurva! Mi van itt, úristen? Megfogha... Na jó, várjatok. Összeszedem a cuccaimat. Várjunk. Na mindegy, gyorsan visszamegyek oda, aztán felkapkodom a cuccaimat. Mert azt hiszem volt nálam pár értékes dolog. Láttátok, mi volt abba a barlangba? Te úristen! Nagyon durva volt. Mindegy. De itt már olyan szar a grafika. Egyébként elnézést, hogy nem beszélek valami sokat, de fáradt állapotban vagyok, szokásomhoz hívem. Tehát nem nagyon fogok beszélni, de azért majd csak talán. Fú, merre is volt ez a barlang? Keressük csak meg. Aha, erre. Gyorsan fölkapkodom a cuccaimat. Ja, és még mindig valami bugja van a Minecraft-nak, mert csak így fel tudom húzkodni magamra a cuccokat rákattintani, pedig nem tudok. Viszont ide visszajövök fákjákkal. Igen, erre. Vajon mindent felvettem? Mindegy, visszaállítom a szörnyeket. És készíteni fogok egy íjat, miután kibányáztam innen a szeneket, és lemegyek. Íjjal a szétlövöldözöm az ott lévő szörnyeket. Főleg a csontvázakat, és majd úgy fogok lemenni, és ez úgy jó lesz. Egyébként... Nem tudjátok, hogy ez miért fa, hogy nem tudok rákattintani a cuccokra, csak így húzkodni őket? Örülnék neki, hogyha leírnátok kommentbe esetleg. Itt nagyon sok szén van, ezeket kiszedem.
Igen, kicsit valamiért ma bágos kedvében van a Minecraft. Egyébként tudom, hogy a videóimban nem beszélek olyan gyakran, de hát nem vagyok olyan beszélő stílusú ember, tehát ezt nézzétek el nekem, kérlek szépen. Egyébként ugye elmaradt, már mondjuk ez már rége, nem tudom, most 3. 17-én veszem fel ezt a videó. Ha. És én azt miért nem vettem észre? Na de mindegy, menjünk haza. Azt észre kellett volna vennem, na mindegy. Tehát, hogy... Mit is kezdtem el mondani? Hogy... Várjunk. Mindjárt szembe jut. És persze, hogy éjszaka van. Méghozzá első. Kicsit leveszem a hangot, hogy ne süketüljetek meg. Talán valamivel halkabb. Jó, itt felmegyek a fámra, aztán alszok, aztán menjünk és szedjük le azokat a cuccokat, amik ott voltak. Csinálnunk kell új kardot is majd. Várjunk. Erre kíváncsi vagyok. Á, nem játssza folyamatosan a zenét, hogyha oda rakom. Na mindegy. Ezt a slime bolt berakom. És akkor aludjunk egyet. Nincs vasam. De rossz. De kövem az fám. Fám is van, jó van. Ó, Istenem. Utálom, ha bágos a Minecraft. Valószínűleg félbe fogom hagyni a videót, és majd legközelebb felveszem. Csak megjavítom majd a Minecraftot. Tehát most lemegyek, csinálok pár kardot, meg kibányászom azt a gyémántot, aztán leállítom, és majd később újra kezdem. Felvételt, hát elnézést kérek, hogy bugos a Minecraft, de hát nem tettek róla. Na szóval ezt a videót én 3.17-én veszem fel, úgyhogy nem tudom mennyire emlékeztek majd a március 15-i Battlecraftra, amit ígértem, ami végül amiatt maradt el, mert frissítették a szervert 1.5-ös patchre, de nekem a Minecrafton még csak izé volt, 1.4-es, ezért nem tudtam felmenni a szerverre, meg sok ember is így volt vele. Az ott vas. Hol láttam én a gyémántot? Ja, itt. És szedjük is ki. Hát ez csak egy darab. Na mindegy.
Majd keresek még. Na és akkor itt most egy kis vágás lesz, aztán majd később visszajövök. Na hát innen kezdődik a néma rész. Ugye még az előző mikrofonomnak köszönhetően. És hát nagyon rég raktam már, vagyis hát forgattam Survivor Ringet. Nem is tudom mikor utoljára, úgyhogy most itt van. Nem tudom mikor fogom feltölteni. Most, ha a szinkront, azt 3.-29-én csinálom, úgyhogy vagy holnap, vagy nem tudom mikor. És hát sajnálom, hogy ezt a részt kommentálósan kell felvennem, mert vannak benne izgalmas dolgok, amik talán eredeti hanggal jobbak lennének. Tehát most ez van. Itt most megyek barlangászni. Csinálom éppen a fáklyákat. Kicsit sok sikerült, ahogy nézem. De hát remélhetőleg már több ilyen kommentálós rész nem nagyon lesz. Na. Hát most nem tudom, miről is beszéljek. Szerintem egy kicsit beszélek talán Bodhi Krisznek a várjátékjáról, ugye? Talán már beszéltem a High Mountain Survivor-ös kommentálós cuccba, de hát most nem tudom. Ugye azt mondtam, hogy a Hamachima szar volt, ami ott egy menetet ki kellett hagynom, és utána, igen, itt most épp barlangászni készülök videóban. Hát sajnálom, hogy kommentálósra sikerült a videó. Tényleg sokkal, de sokkal jobb lenne, hogyha nem lenne ilyen. Na, és hát az első menet az olyan volt, hogy igazából én még nem ismertem a várat, de a többiek már valószínűleg igen, szóval nem nagyon tudtam, hogy merre kell menni. Ezért a főkapun próbáltam bemenni a várba, és hát nem nagyon sikerült, tehát megöltek egy csomószor, meg ilyesmik, aztán pedig Shell-el sikerült elfoglalnunk a kisebb tornyot. De utána istenért se akart tudtuk elfoglalni a nagyobbat. Mármint a nagyobb várat egyébként. Sokkal többet beszélek így kommentálós videókban, mint amúgy. Ez amiatt van, mert így csak a beszédre kell koncentrálnom, a játékra pedig nem. Úgyhogy hát ezen egyszerű ok miatt van. Itt Creepert robbantgatok. Jó sötét van. Ja. Ez elég kemény volt. Igen, azt hiszem itt most felmegyek, mert kicsit elegem volt. Mármint a szörnyekből. És hát, ja. Valószínűleg ma fogok felvenni normálisat is, mert most így kedvet kaptam Survivor Ringhez. És fogok felvenni, mert nem tudom. Nem tudom, miért kaptam kedvet. Talán azért megbányázgatni akarok, vagy... Ja igen, meg akartam nézni, hogy... Mert ugye látszódik néha ott a kör belsejében lévő víznél, hogy vannak barlangok. Azokat akarom majd felfedezni. És valószínűleg azért is akarok ennyire majd... hát, körülnézni, úgymond. És hát remélem majd fogok találni ott sokféle cuccot. Meg egyébként talán összegyűlt a gyémánt a Enchanting Table-re. Azt is megcsinálom, mert most kicsi spoilerezés, hogy nem csináltam még meg. Sem ebben a részben, sem a következőben. Ugye még van egy másik rész, ami kommentálós lesz. És abban. Meg aztán majd most azért sem tudtam nagyon sok videót feltölteni, mert egyrészt, hogy nagyon sok feltölteni valóm van. Ugye van ez a Survivor Ring, van a High Mountain Survivor, van a
a várjáték, ugye, abból még egyet kell feltöltenem, meg van a új sorozat, az Exploded Land, amit Rocky-val csinálok, ugye, és hát ezeket kell majd úgy feltöltögetnem, úgyhogy meg még ugye sokan vagyunk házba, netünk meg kalapszar. 1 megabit per szekundumos, úgyhogy elvileg 10 megabit per szekundumosra fizettünk elő. Valószínűleg ennek az az oka, hogy az internet szolgáltatótól elég távol lakunk, vagy nem tudom, vagy olyan helyen lakunk, ahol szar a net. És hát ezzel jó sokáig tart feltölteni. Azt a 40 perces várjátékos részt például 3 órán keresztül kellett feltölteni. És addig olyan a net, hogy semmit se tudsz csinálni, vagy a másik ember a LAN hálózat miatt. Lejöttem. Valami hibája csak lehet a Dungeon Spawner, vagyis a Spawner csapdának, mert nem nagyon mennek oda a csontvázak. Amint látjátok, csak akkor teleportálnak oda, hogyha éppenséggel ott vagyok. Oka meg nem tudom, hogy mi. De itt épp halnak meg. Valószínűleg videón kívül fogom csinálni ezt, hogy csak így szerezgetek majd itt csontokat, meg íjakat, mert az íj az jó. Meg majd farmolnom is kéne. Vagyis nem farm, vagyis hát állatokat farmolni. Főleg birkát, bár mondjuk nem biztos, mert 10 különböző színezettségű gyapjút kell megcsinálni, az úgy nem olyan nehéz. Viszont a 5 Monster Spawnernek a felkutatása az már nehezebb. Az úgy már, ja. Szóval, ja. Most nem tudom, mit mondjak. Várjátékról kezdtem el beszélni, igen. Aztán védők, vagyis hát nem tudtuk ugye elfoglalni támadóba a nagy tornyot, ezért védőbe kellett, vagyis feladtuk, és a védők nyerték meg, ugye? De aztán védő módban meg ők még a kis tornyot se tudták elfoglalni, ezért jobban megnyertük. Az utolsó kör meg már ilyen már szerintem fáradt volt mindenki, vagy nem tudom, milyen jó hülyéskedősre sikerült az egész. A támadók, ugye Bódi Sopron átállt a támadókhoz, és úgy voltak ő meg Rocky, meg Rovers, akik így nagyobb ellenségek voltak, és így el tudták foglalni a nagy tornyot. De már igazából nem mentek külön TS-re, csak úgy sima szobában. De sajnos voltak olyan úgymond hülye gyerekek, akik csapattársaikat ölték, csak úgy poénból. Nem tudom, mi a poén azon, hogyha megöled a csapattársadat, de biztos jobban tudja az, aki ezt csinálta. Pontosan névre nem emlékszem. Aztán, már csak 6 perc van. Ja, hát persze, mert eleje. Ezt én sem értem. Valamiért leállítottam a felvételt, utána újra kezdtem, és valamiért nem lett hang. De hogy miért, azt nem értem. Na mindegy. Ma majd még meglátom, hogy veszek-e fel Survivor Ringet. Lehet, hogy inkább Exploded Landet veszek fel Rocky-val, mert abból még nincs olyan sok felvéve. Mondjuk ebből se, ez van meg a következő kommentálós rész. De a kommentálás annyira nem jó, szerintem. Mondjuk vannak olyanok, akik jobb szeretik a kommentálós videókat, de én személy szerint az a véleményem róla, hogy így a meglepődések, meg az ilyesmi dolgok így kevésbé látszanak rajta. Nem tudom, miért írtam be. Ez multiplayer beszokás, de hát most sokszor mondom azt, hogy de hát most. De hát most minek? Na mindegy. Na, és így telt a várjáték, és én is lehet, hogy fogok csinálni, de ne legyetek biztosak benne, mert nem biztos. Hogyha csinálok, akkor lehet, hogy livestreames lesz. Elvileg YouTube partner vagyok, úgy egy hete köbön. És elvileg
YouTube partnerséggel lehet csinálni livestreamet, de nekem még nem engedélyezi. Szóval nem tudom. TP-t próbálok csinálni, és sikerült. Na, hát ja, valószínűleg majd meglátjuk. 100 megtekintésnél pedig mapot készítek, ugye ezt sokszor elmondom, minden videóban elmondom, nem tudom miért, de... Hát nem tudom, kinek hogy fog tetszeni a map, szerintem, hát viszonylag sok munka van benne, de majd meg fogjátok látni. Megpróbálom a lehető legjobbra építeni, nem tudom, hogyan fog nektek tetszeni. Na, aztán miről beszéljek még nektek? Nem tudom, van hátra még ez, meg még egy következő rész, aztán már nincs miről itt beszélnem. Épp krumplit sütök. És egyébként... most nagyon megnőtt a megtekintéseim száma. Napi 500 megtekintés. És hát vannak ilyen partner cégek, ahova még nem döntöttem el, hogy akarok-e majd, de van olyan, ahol 100 szab és napi 1000 megtekintéstől lehet ott így szerződést kötni, de mivel még közelébe se vagyok annak, hogy 18 legyek, ezért hát nem tudom, majd valahogy megoldom, de még egy nem biztos, hogy leszek én olyan partner. Mert egyébként ez a mini YouTube partnerség, ami most van, ez nem tudom mire jó. Láttam egy videóban, hogy valaki azt írta, mármint nem az én videómban, másnak a videójánál kommentbe, hogy azért jó, hogy egyéni indexképet lehet csinálni videóhoz, de emlékeim szerint már partnerség előtt is tudtam csinálni ilyeneket, tehát nem nagyon értem. Ja, és most így, hogy nézem, lehet, hogy majd Netherbe is át kéne mennem, csak úgy hűlni. Lehet, megnéznétek. Írjátok majd le kommentbe, hogy megnéznétek-e. Majd meglátjuk, hogy mikor forgatom. Max, hogyha leforgatok pár részt, mielőtt ezt feltölteném, akkor majd utána fogom megcsinálni. És lassan már is tudok köszönni. Na, mindjárt letedik a 24 perc. Lehet, hogy nem fogok csinálni ma más Survivor ringet, mert most így elmondok egy csomó mindent, mondjuk nem olyan csomó mindent, de elég sok mindent. És azzal így most így kis fáradok, úgymond. És hát, úristen, mi van itt? Ezt még nem is láttam én. Na, de mindegy. Rám is emlékeztem. Szóval, hogy ki is fáradok, ugye, és akkor nem fog tudni, miről beszélni úgy felvettek be, de kedvem van úgy körülnézegetni a mapom. Nem tudom. És következő részben lesz majd a barlangászós kaland. És még van hátra kemény 40 másodperc ebből a videóból. Egyébként majd nem is tudom. Úgy nyáron gondolkoztam egy hardcore sorozatban. És majd ezt következő részben kifejtem. Nézzétek meg azt is. És akkor most el is köszönök. Legközelebb találkozunk, nem tudom milyen videóban. És addig is sziasztok. Még van 10 másodperccel. Sziasztok!